Dabasról érkeztünk, illetve Dabas és testvértelepüléseinkről érkeztek fiatalok, és közös segítségnyújtás miatt érkeztünk elsősorban most ide Barótra. A mi kis csapatunkkal, mert ugye különböző csapatokban voltunk elhelyezve a kalákatáborokban. Mi a csapatunkkal a Baróti Árva házban otthonban tevékenykedtünk a többiekkel, ahol úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó és egy nagyon-nagyon hasznos napot tudtunk eltölteni, és a kellemest a hasznossal ugyanis, hogy segítettünk is, és még jól is éreztük magunkat. Sok mindent tanulhattunk, úgy a gyerekektől, úgy a gondozóktól, nevelőktől, illetve hát megtapasztalhattuk azt, hogy tulajdonképpen nekünk mennyire jó sorsunk van ott, ahol mi élünk, illetve hogy mennyire nehéz sorsú gyermekek vannak, és hogyan élik a mindennapjaikat, és a gondozók, nevelőnők hogyan próbálják jobbá tenni, és a lehető legjobb módon adni nekik mindent, amit a legjobb tudásuk szerint tudnak adni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon hasznos napot tudtunk eltölteni ott, és én nagyon köszönöm a pályázatnak is, és mindenkinek azt a lehetőséget, hogy most ezt újból megtapasztalhattam, mert ugye én már voltam kalákatáborban, de egy egészen más tevékenységi körben voltam akkor. És tényleg csak nagyon, tehát hálásan köszönöm, mert ez egy nagyon nagy élmény volt, igaz, hogy szívszorító bizonyos pillanatokban, de tényleg hasznos volt, és köszönöm szépen. És ha tehetem, akkor a jövőben is szívesen vállalok önkéntességet bármilyen tevékenységben, ami gyerekkel, fiatal felnőttel vagy idősekkel kapcsolatos. Köszönöm. Én pedig egy kedves kollégámmal jöhettem el erre a pályázat keretében, erre a kirándulásra, hogy a Dabasváros önkormányzata jóvoltából. Rengeteg tapasztalatot és élményt gyűjtöttünk az egész héten, és igazából egy megkoronázása volt ez a nap igazából, amit kalákatáborban eltölthettünk. Lilla is említette, hogy a több csapatban vettünk részt a programokon, volt, aki fát vágott, vagy idősekkel foglalkozott, vagy egyéb más házi munkákat végzett és segített az itt élőknek, itt a környékben élőknek. Mi pedig ugye a gondviselésegés szervezet keretében, illetve velük együttműködve 5 településen, környékbeli településen látogattuk meg az óvodákat, óvodás csoportokat, és itt az egyik óvónő vitt körbe minket, aki Zalán patakon dolgozik. Ott elmondta, hogy nagyon nehéz körülmények között foglalkoznak a kicsikkel, és nagyon-nagyon sok erőt, energiát fektet abba, hogy minél jobb körülmények között tudja a kicsiket nevelni, pályázatokon vesz részt és egyebeken. Nagyon jó volt látni, hogy mindazok ellenére, a nehéz körülmények ellenére, amik itt egyes településeken előfordulnak, a gyerekek nagyon kedvesek, vidámak, minden apróságnak nagyon, nagyon tudnak örülni, és jó volt látni, hogy ilyen felszabadultak, és élvezik a vakációt, és nagy örömmel és szeretettel fogadnak minket. Úgyhogy én is magam nevében is elmondhatom, hogy köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehettem. Ha amennyiben van még egyéb ilyen lehetőség, akkor szerintem élni is fogok vele, hogyha van rá mód, és mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy nagyon sok élménnyel és tapasztalattal gazdagon mehetünk haza. Ide hozzá? Igen, hozzá. A dabasiaknak hál' Istennek mozgalmas hetük volt. Hétfőn, vasárnap este érkeztek, hétfőn reggel kezdtük a programot. Hétfőn elmentünk a gyímesekbe, megnéztük az 1000 éves hatát, Csíksomjón voltunk, kimásztunk a kegytemplomhoz. Úgyhogy nagyon izgalmas napot zárhatott a társaság. A keddi napon pedig kicsit másképp volt, ott már úgy kezdtük a napot, hogy a Nyergestet és utána pedig Kászon Altízen voltunk, az ottani gyerekotthont néztük meg. Azt a napot Kézdivásárhely Szent Anatónál zártuk, úgyhogy Szent Anató az utolsó helyszínünk, amit hál' Istennek a csapat nagyon élvezett és nagyon tetszett neki az ottani látnivalók.
láttak medvét, ezért nagyon boldog voltak, úgyhogy ez volt a napnak az egyik főpontja is, az, hogy medvét sikerült látni. A tennapi nap az egy kicsit mozgalmas volt, tehát 5 településen közel 30 fiattal kalákázott, tehát közösen az erdővidéki és a dabasi fiatalok közösen önkénteskedtek, a Gudiseli Segélyszervezet és Dabas Város közreműködésével ezt a projektet így próbáltuk létrehozni, ami nagyon sikeres volt, nagyon sok idősnek tudtunk segíteni, amellett pedig beleláttak egy kicsit az itteni óvodáknak az életébe. Mindenki este, amikor lezártuk a napot, mindenki nagyon meg volt elégedve ezzel az egész rendezvénnyel, utána pedig egy áhítat következett, amit a Szent Iván Laborfalvi tiszteletes úr tartott nekünk, úgyhogy ezelőttön is tényleg egy olyan zárópontja volt az egész napnak, ami tényleg lelkileg teljesen feltöltötte a csapatot. Én úgy érzem, hogy mindenki nagyon hálásan zárt ezt a napot, és mindenkinek rengeteg tapasztalata volt. A mai nap pedig a Vargyasztorosban voltunk, ami egy olyan élmény volt mindenkinek, hogy szerintem akik visszajáró a társaságban, azoknak is egy új dolgot láthattak, mert hogy minden egyes alkalom egy új dolgot vesznek észre, és egy olyan feltöltődés volt, úgyhogy máma természetbe töltöttük a mai napot. Én ezúton is tényleg meg szeretném köszönni a csapatnak, hogy ennyire odálltak a kalákázáshoz, és hogy ennyire sokat segítettek az itteni embereknek.